számomra ez a Kárpát-medencében a legcsaládibb fesztivál, meg hát ez több, mint fesztivál. Valahogy nehéz megfogalmazni, hogy mi. De hát én ide jövök a legszívesebben, holott erdélyi kötődésem egyáltalán nincs, de valahogy mégis itt érzem a legjobban magamat. A Csíkszeredai régi zenei fesztiválban talán az a különleges, hogy nagyon sok állandó elem van, tehát hogy mégis 33 év alatt azért kevés dolog változott, maga a helyszín is, és maga nagyon sok visszatérő hasonló tendencia, illetve az, hogy van az egésznek mindig egy olyan koncepciója, ami mondjuk végigvonul egy egész fesztiválon. Nagyon jó hangulat. Ezt kell mondanom, és állandó fejlődésben van, tehát minden évben magasabb a színvonal, a koncertek is nagyon jól sikeredettek, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon jó hírnevű fesztivál. Ez egy nagyon-nagyon barátságos fesztivál, összehasonlítva a külföldi egyéb hasonló alkalmakkal is, úgyhogy nagyon nagy érték, vigyázni kell rá mindenképpen. Minden év júliusában régi korok muzsikája hangzik fel Csíkszered a város különböző helyszínein. Az idén részfúvós muzsikával indult a fesztivál, és a kedvezőtlen időjárás miatt a hivatalos megnyitót a szakszervezetek művelődési házában tartották. Én azt gondolom, hogy a történelmünk az nem csak arról szól, hogy mikor, milyen csatát megnyertünk, ne talán elvesztettünk, Nem csak arról szól a történelem, hogy mikor, milyen politikai döntések kerültek meghozatalra, vagy mikor kit hova csatoltak, hanem én azt gondolom, hogy a történelemnek a része a zene is, hisz a történelem folyamán azért a jó társaság élethez, a jó kedvhez, bármilyen nehéz is volt, bármilyen időt is éltek meg az elődeink, a zenére szükség volt, igényeltük a minőségi kikapcsolódást hozzá. Az elődeink is igényelték, ahogy ma mi is igényeljük. Én azt gondolom, hogy ha kíváncsiak vagyunk a történelmünkre, akkor ehhez hozzátartozik a zenei történelmünk is, és ezért is én azt gondolom, a Régi Zene Fesztiválnak nagy szerepe van abban, hogy ismerjük meg a gyökereinket, és én azt gondolom, hogy úgy, ahogy régebb is a zene az ellenségeskedékből békességet hozott ki, úgy, ahogy régebb is az ellenfelek akár együtt is táncoltak, vagy együtt énekeltek, én bízom, hogy a mai napokban is a zenének megvan ez a szerepe, hogy az emberek egymás felé való fordulásában eszköz legyen, segítő eszköz, hogy az egymás iránti szolidaritásnak a kinyilvánításában egy ösztönző hatást tudjon elérni. Írtunk, amikor bennünket 9. osztályosként, szervezőként megnyertek arra, hogy a Régi Zene Fesztivált segítsük munkánkkal. Akárhogy nézzük, eltelt azóta kereken egy emberöltő. Most 2013-at írunk. De 86-ban ugyebár, egyébként akkor is rákészültünk, készítettük a székeket, a színpadot, sok minden egyebet, és utolsó pillanatban egyszerűen csak betiltották a rendezvényt. Úgy, ahogy most megválasztottunk egy elnököt a tavaly ilyenkor, és valakik úgy döntöttek, hogy betiltják a működését, ugyebár a megye élén. Én is azt gondolom, akár csak az előttem szóló betiltott megyei elnökünk, hogy ezek a közösség erősítő, a sajátos identitás és az általános emberi méltóságot erősítő rendezvények sokat segítettek és segítenek számunkra, hogy Csíkszereda azzá váljon és az maradjon, amivé ma építettük. Bízom benne, hogy folytatás lesz, mert a gyerekek itt vannak közöttünk, akik látják, érzik, megtapasztalják ezt a csodát, és remélem majd továbbadják a következő generációknak.
Az előadásotok, azt ti találtátok ki? Igen, közösen összeültünk, és eldöntöttük, mi legyen a témája. Így szerettük volna, hogy időutazás legyen, és minden századból egy kis ízelítőt adjunk, és nyújtsunk. Nagyon nehezen volt kivitelezhető, hiszen volt, aki négyszer kellett átöltözzön egy előadás alatt, de ebben segített a rendező, aki a jeleneteket megrendezte, és Kocsis Tündének ezúttal is köszönjük szépen. Te nem kellett átöltözzél, de végig kellett táncold az egészet. Igen, igen, igen. Tehát minden jóban van valami rossz is, ezt úgy szokták mondani. Nagyon, nagyon szerettem végigjárni, és ez volt a visszajelzés, hogy végre látszottak a lábak is. Te egy gyereket játszol. Nagyon sokszor tévesztenek össze egy középiskolás kislánnyal, úgyhogy én már ehhez szokva vagyok. 36 éves vagyok, és két kislány anyukája. Akár úgy is fel lehetne fogni, hogy annak idején Kájoni összeszerkesztette a Kájoni kódexet, és Csíkszereda azzal, hogy otthont ad ennek a fesztiválnak, és támogatja is, valamilyen szinten tovább viszi a Kájoni munkáját, mert összeválogat olyan művészeket és olyan műveket ide pár napon át, amihez a közönség másként nem jutna hozzá. Honnan van erre pénz? Hát több forrás is van, ugye a Hargita megyei kulturális központ erre minden évben különít el anyagi forrásokat a költségvetésében, meg Hargita megye tanácsai is, a városi önkormányzat, tehát Csíkszereda önkormányzata, meg pályázati forrásokból. Először azt hiszem 14 vagy 15 éves voltam, amikor csembalózni hallottam valakit, és én nekem azóta a szerelmem. Én Bázelben, Svájcban élek. Tanítok is, meg orgonistaként is dolgozom, meg együttesekben is játszom. Saját együttesünk tulajdonképpen úgymond hivatalosan nincsen, viszont több együttesben is megfordulok, úgy, mint a párom is. A régi zene miatt kerültél oda? Igen, igen, ott tanultam 3 éven keresztül. Ez angol késő 16. századi zene volt, ami tulajdonképpen Virginára meg lantokra íródott, hogy úgy mondjam, mert egy picit földolgoztuk a műveket, ugyanis a lantduókat egy picit átírtuk csembalóra, meg lantra. Úgyhogy így próbáltuk megszínesíteni az estét. Milyen volt ez a hely? Ez nagyon kellemes, nagyon hangulatos volt így a gyertyákkal, tehát tényleg egy élmény volt mindannak ellenére, hogy azért 10 órakor játszani nem könnyű. De nagyon, nagyon jól éreztük magunkat. Szervez egy olyan rendezvényt, ami közel hozza az emberekhez elmúlt korok muzsikáját, olyan zenét, amit igazából ma már nem hallgattunk, nem hallgatnak. Ma például volt egy utcazenélés, és így néztem az embereknek az arcát, hogy most a fogyasztói társadalmat, ahogy úgy idézőjelesen lebombázzuk kultúrával, hát voltak érdekes reakciók, tehát szerintem ezért érdemes csinálni.
szervezőknek az ötlete volt nagyon.